Günther Szilárd Dombóvár polgármestere kiemelte, Ivanics Antal személyisége, munkássága nagyban hozzájárult a két település fejlődéséhez, hiszen ő alapította meg a járás első gépgyárát és villanytelepét. Nyilván Ivanics Antal szobra is ide került közszereti alkotásként, Varga Gábor műve került ma felavatásra. Mint ahogy beszédemben is elmondtam, Ivanics Antalra mindig úgy emlékszünk, hogy egy villamosmérnök volt, de azt gondolom, hogy emberi nagysága azonos léptékű volt ezzel, hiszen közösség támogatói gondolatai túlszárnyaltak már korát, tekintettől az ipartestület és a takarékpénztárba is aktív részt vállalt, és minden kezdő vállalkozónak megfogta a kezét, jó tanáccsal láttál, a másik oldalról pedig forrással is, hogy el tudja kezdeni, megindítani vállalkozását. Bodáci Csiba Zsuzsanna, Kaposszegcső polgármestere elmondta, a projekt célja közt szerepelt az új eszközök beszerzése és információs technológia fejlesztése. Két informatikai cég költözik ide, akikkel a továbbiakban tudunk együtt is dolgozni, illetve a környékbeli vállalkozásokat segíteni fogják a tudásukkal és a szakértelmükkel. Az különösen öröm, hogy oktatásba is belekezdtek. Az, hogy itt tényleg egy képzőközpont lesz, az tényleg fellendítheti a térséget, mind Kaposszegcső, mind Dombóvár viszonylatába, pláne úgy, hogy informatikai oktatás, ami azért a mai világban számottevőnek minősül, és tényleg mindenkinek szüksége van rá, úgyhogy bízunk benne, hogy egy együttműködésnek ez egy tökéletes alapja lesz. Beréti Zsolt kihangsúlyozta, a Tolnavár megyei kereskedelmi és iparkamara a vállalkozásokat olyan forrásokhoz és képzési lehetőségekhez juttatja, amellyel versenyképesek maradhatnak a piacon. Ennek a központnak elsősorban az a dolga, hogy olyan tudásfejlesztés, olyan tudásközpontot hozzon létre, amivel számos vállalkozás akár online módon, akár személyesen ezekben a fejlesztésekben részt tud venni. Az esemény részeként felavatták Ivanics Antal szobrát, amelyet Varga Gábor szobrászművész készített. Az inkubátorház részeként egy retro garást is létrehoztak, ahol a veterán gépjárművek mellett régi televíziókat, fényképezőgépeket és játékokat nézhetnek meg a látogatók.